Peggy 18. Üdvözöllek titeket, drága nézőim! Eljött egy újabb Postal 3 szenvedés ideje, és mint látható, Postal úr mihelyt kiszabadult a börtönből, elővette a borzát, és megtámadott egy faszalakú embert, mert hát ez Postal 3, itt bizony brokikat kell megölni. Akik automata, vagyis hát nehéz gépfegyverekkel vannak felfegyverkezve, és egy hatalmas nagy krocsi feliratú aranylány lóg a nyakukból, még hogyha a broki elvez nem lenne elég, és mindez egy maffia vezér. Hát igen, és mint látható, hát igen, elég hosszúra sikeredett ez a kis videócskám, ugyanis ez a mission nem egész 3 perc alatt véghez vihető, ugyanis nincs más dolgunk, mint krocsit szépen beszorítjuk egy sarokba, és mint látható, a borzunk teszi a dolgát, és bizony szépen lassan szedi le krocsinak az életerejét, és igen, ez egy boss fight, hölgyeim és uraim, a Postal 3-ba. Hát igen, ez a játék mindig itt tartogat számomra meglepetéseket, úgyhogy szokjatok hozzá. Hamarosan a végéhez érünk, de addig is egyszerűen milyen kihívások előtt állunk. Igen, ez egy boss fight, kb. Másfél perc kőkemény boss fight. Igen, most lőjetek agyon, könyörgöm, de akkor is be fogom fejezni ezt a Postal 3 végigjátszást. De csodálkoztam is az elején, hogy miért nincs Postal 3 végigjátszás, legalábbis én nem találkoztam magyar úriemberekkel, akik úgy kommentel végigjátszották volna ezt a játékot, és nem haltak meg. Hát, én lehet, hogy a végére meg fogok pusztulni, hölgyeim és uraim, minden esetre lassan krocsi el fog vérezni, és hölgyeim és uraim, már csak másodpercek vannak hátra, és igen, krocsi megpusztult, hölgyeim és uraim, ez volt a Postal 3 eddigi legrövidebb videója, és mint látható, hogy krocsi szépen elvérzett, ha-ha-ha, mekkora májerek vagyunk, és felvettük a faszalagú jelmezt, ez az, mindig erről álmodtunk, hú, és rá van írva, hogy Armani, oh, Istenem. Na, és most el fogunk vegyülni egy bizonyos népcsoport tagjai között, de addig is a viszontlátásra. Hello!